Szép jó reggelt mindenkinek, kicsikét álmoska vagyok, most ébredtem föl, meg volt a mérlegelés, és a mai napra azt terveztem, hogy csinálok egy teljes napos vlogot, edzéssel, kajákkal, amiket eszem, illetve belefoglalom a vízfogyasztást is a mai videóba, mert a tegnapi nap folyamán kaptam egy kommentet, Max vagy Max írta, hogy eddig még nem csináltam videót a vízfogyasztásról, és hogy ez nagyon hasznos lenne, úgyhogy igazából nem tudom, hogy mennyit iszom, azt tudom, hogy sokat, én körülbelül olyan 5 és 6 literre satszolok, tehát, hogy ennyit iszom meg egy nap. Meglátjuk, tehát a mai nap folyamán látni fogjátok, hogy mit eszem, azt, hogy pontosan mennyit iszom egy nap, és az edzésemet. A mai nap folyamán palackozott vizet fogok inni, mert így könnyebb számolni, ez másfél liter, meglátjuk, hogy a nap végére mennyi el. Az első dolog felkelés után, fürdőszoba, utána mérlegelés. Hogyha kell, általában én nem szoktam mérlegelni magam, mert nem a súlyom változására figyelek, hanem inkább a tükör a mércém. Tehát, hogyha arányosan fejlődök, hogyha nem vagyok elhízva, illetve nem vagyok túl sovány, vagy túl szálkás, akkor az jó. Hasznos tipp, hogyha tömegeltek, vagy szálkásítotok, tehát nagyon fontos a súlyotoknak a változása, illetve a követése azt is igyekezzetek úgy csinálni, hogy felkelés után, WC használat után, és utána rögtön mérjetek le a tesszúlyotokat, és ezt ne változtassátok. Tehát minden nap ugyan ez legyen a rutin, mert így abban a napszakban, ugyanabban a napszakban tudjátok lemérni magatokat, és így lesz pontos az érték. Hogyha napközben méritek, még hogyha ugyanabban az órában és percben, akkor változni fog függ attól, hogy mennyit ittatok, attól, hogy hányszor voltatok WC-n, attól, hogy mennyit ettetek, hogy mennyire volt mondjuk sós az az étel, amit ettetek. Tehát felkelés után, WC használat után rögtön mérjetek le magatokat, és ne a napi súlyotokat nézzétek, hanem minden nap tegyétek ezt meg, és egy hét után átlagoljátok, tehát adjátok össze a hét súlyt, osszátok el héttel, és ezt hasonlítsátok össze a következő héttel, illetve az előző héttel, mert... Egy héten belül is változhat, ingadozhat a súlyotok, amint azt említettem, függ attól, hogy mennyit ittatok, mit csináltatok a hét folyamán, mennyit ettetek, mennyire ettetek sósan, stb. Túl sokat beszélek, kiszáradtam, tehát felkelés megvolt, mérlegelés megvolt, 80,9 kg-ot mutat a mérleg, 177 cm magas vagyok. Két pohár vizet fogok inni, ezt mindig megteszem rögtön felkelés után, egy gram C-vitamin kíséretében. Tehát ez az első, legfontosabb dolog, felkeltem és muszáj pótolnom a folyadékot, mert az éjszaka folyamán ugye nem ittam, aludtam, nagyon sok folyadékot veszítettem, így ezt pótolni kell. Tehát meg is bontom ezt az ásványvizet. Egy pohár víz, kettő pohár víz. És amint látjátok, felkelés után körülbelül ennyit ittam meg. Ez körülbelül fél liter, vagy talán egy kicsikét több, mint fél liter. Tehát felkelés után fél liter vizet meg szoktam inni. Az emberi szervezet háromnegyed víz, tehát nagyon fontos, hogy pótoljuk, és nagyon sok vizet veszítünk izzadással, lélegzéssel, csak azzal, hogy létezünk. Tehát a bőrünk is kipárolog, hogyha edzünk, akkor ugye többet izzadunk. Hogyha hiszom egyéb dolgokat, azt nem szoktam beleszámítani a vízfogyasztásomba, de általában nekem nincsenek problémáim a vízfogyasztással, én szívesen iszom vizet, hogyha mondjuk elmegyek valahova, akkor is jól esik az ásványvíz. Egyszerűen én szeretem a vizet. Sokatoknak okoz problémát a vízfogyasztás, tehát hogy nem tudtok annyit inni, mint amennyit kéne. Én ezt úgy oldom meg, hogy szokássá alakítottam azt, hogy ugye felkelés után két pohár víz lemegy, és simán le tud menni, mert üres a gyomrom, most keltem fel, tehát van neki hely. Illetve minden étkezés előtt egy vagy két pohár vízzel kezdek, valamint amikor csak eszembe jut, akkor kortyolgatok. Az is eszembe jutott a mai videó kapcsán, hogy sokan kérdezitek, hogy körülbelül mik a paramétereim. 177 cm magas vagyok, amit láttátok, most jelenleg 80,9 kg. Általában egy olyan 78 és 82 kg között szoktam mozogni az én folyamán. Általában a télen, tehát ősszel télen szoktam tömegelni, de ezt a tömegelést is úgy kell elképzelni, hogy megvan akadva a makronutriens gólyaim, Makronutriens céljaim, amit el akarok érni. Én nem szoktam zabálni, tehát a tömegelés nálam az is ki van mérve, pontosan tervszerűen van elvégezve. Általában tavasszal, nyáron szoktam egy kicsikét élesebb formával rendelkezni, illetve ez mindig attól függ, hogy hogy érzem jól magam, mik a céljaim, illetve hogy egyáltalán formában kell-nem vagy nem. De általánosságban elmondható, hogy én egész évben formában vagyok, mert szeretek jól kinézni, illetve nem szeretek. 14%-os testzsír fölé menni, mert egyszerűen keskeny a vállövem, nem annyira keskeny a derekam, viszont genetikailag, hogyha elkezdek hízni, akkor az mind-mind a derekamra megy, illetve ez a, a, erre az alsó hasi szakaszra. Tehát, hogyha keskeny a vállövem, és elkezd szélesedni a derekam, akkor az eltolja az arányaimat, és nem néz ki jól. Félre ne értsétek, nem az a lényeg, hogy a tükörben jól nézzek ki, viszont szeretek jól kinézni, ez annak az eredménye, hogy keményen dolgozom, és úgy vagyok vele, hogy miért nézzek ki pufóknak, vagy, vagy kevésbé esztétikusnak, hogyha dolgozom valamiért, hogyha diétázom, hogyha keményen edzem. Én ezt mindig próbálom egyensúlyban tartani, tehát magát a teljesítményt, és a fizikumot. De gyakorlatilag a munka az első, és az, hogy jól nézek ki, az az eredménye annak, hogy keményen dolgozom valamiért. Én általában egy olyan 10 és 14 százalékos testzsír között érzem jól magam, fölötte már kicsikét puhának érzem magam, meg amit említettem, kezdenek eltolódni az arányaim. Alatta viszont már egyszerűen nem egészséges. Tehát, hogyha 10 alatt van valaki, naturában a természetes tesztoszteron termelése, illetve a hormon termelése az gyakorlatilag a béka feneke alatt van, és ha sokáig marad ott az ember, akkor egyszerűen kezd elfogyni, kezd elgyengülni. A szexuális téren is lesznek problémák, tehát a sex drive az, az is a béka feneke alatt lesz. Illetve hosszú távon nekem az a tapasztalatom, hogy betegséget okoz. Tehát minden esetben, amikor körülbelül 10% alatt voltam, nagyon hosszú ideig, tehát Hónapokig, akár fél évig mindig betegség lett a vége. Tehát ezt most úgy oldom meg, hogy hullámoztatom a súlyomat, hullámoztatom azt, hogy mekkora a testsír százalékom, és amint mondtam, mondjuk 10 és 14 százalék között érzem jól magam. Ez a 10 és 14 százalék csak becslés van, körülbelül valamennyi alapom, ami alapján meg tudom becsülni. Igazából nincsen olyan rendszer, vagy nincsen olyan eljárás, ami száz százalékosan meg tudná mondani azt, hogy pontosan mennyi a te zsír százalékom, még a Dexa Scan sem száz százalékig pontos. Nálam például tök fura, mert mondjuk eres a hátam, a csukjám, keres a tricepsem, de még a hasizmomon alul még mindig van, van egy pici zsírréteg. Tehát én ott tárolok többet. Valaki mondjuk a melkasán tárol több zsírt, valaki a hátán tárol több zsírt. Ez genetikai igazából. Én a hasamon tárolok több zsír, tehát ez azt jelenti, hogy amikor elkezdek szákásodni, az lesz az utolsó hely, ahonnan le tudom pucolni a zsírréteget, és az lesz az első hely, ahova elkezd lerakódni, hogyha elkezdek tömegelni. Az a helyzet, hogy jelenleg nem tömegelek, többet eszem, mint mondjuk egy hónappal ezelőtt, de ez azért van, mert elkezdtem komolyabban venni a felhúzást, guggolást, illetve a fekvenyomást e köré, a három gyakorlat köré építem az edzéstervemet, és azt vettem észre, hogy tök jó fejlődöm, majdnem, hogy olyan gyorsan fejlődöm, mint egy kezdő. Ezt sérülés miatt nem csináltam eddig, tehát nem végeztem ezeket a gyakorlatokat, nem igazán tudtam semmit a lábamon végezni, mert nem tudom, hogy ennek mi a magyar neve, Plantar Fasciatisum volt, angol ezt így hívják, illetve ez a latinból jön. Az a lényeg, hogy nagyon fáj, és úgy érzitek, mint hogyha pengéken járkálnátok. Általában kis fájdalommal kezdődik, felkelés után, majd ez bejáratódik, tehát ez elmúlik, és hogyha mondjuk sokáig ültök, és újra felálltok, akkor éreztek egy szúrást a sarok környékén. Nálam ez odáig fejlődött, hogy gyakorlatilag nem tudtam járni, a wc is négy kézlap el, és szerencsére ez most már elmúlt, dolgoztam rajta nagyon sokat, tehát körülbelül fél éves munka volt, amíg ezt helyre lehetett hozni, de tök jó volt, sikerült, és most körülbelül egy három hónappal ezelőtt kezdtem újra googolni, felhúzni, fekvenyomni. Ameddig nem volt annyira előre haladott az állapotom, nem voltam annyira rosszul, addig is edzettem, mindent fekve, illetve ülve csináltam, hogy ne nehezedjen nyomás a talpamra. Tehát mindegy, a lényeg az, hogy Körülbelül három hónapja csinálom ezeket a gyakorlatokat, és azt vettem észre, hogy az idegrendszerre akkora terhelést rak, hogy egyszerűen muszáj többet ennem, mert akár egy héten belül elfogyok. Tehát ezt úgy értsétek, hogy előtte ettem körülbelül 220 g fehérjét, 300 g szénhidrátot és 60 g zsírt. Most annyi változott, hogy 400 g szénhidrátot eszem napi szinten, de még most sem vagyok meggyőződve arról, hogy ez fedezi a kalória szükségletem. Azt vettem észre, hogy amióta ezeket az alapgyakorlatokat komolyan veszem, és ezek közé építem az edzéseimet, elkezdtem ismét fejlődni. Az erőszintem az olyan szinten fejlődik, mint egy kezdőnek. Tehát Hétről hétre mind a három gyakorlatban fejlődöm, ami azt jelenti, hogy a genetikai potenciálom nagyon messze van, ahogy közeledtek a genetikai potenciálotokhoz, annál lassabban és lassabban fogtok fejlődni, és annál több munkát kell belefektetni, tehát az étkezésbe, az edzésbe, a pihenésbe, annál gondosabban meg kell tervezni mindent. Térre, és tavaszra az a célom egy kis izmot pakoljak föl, tömegelek, de ezt a tömegelést nem úgy kell elképzelni, hogy bezabálok mindent ez is pontosan ki van számolva, hogy mennyit eszem, mert nem szeretnék elhízni. Tehát most, hogyha felszednék 5 kg vagy 10 kg nagy valószínűséggel nem lenne mind Sőt, hogyha fel tudnék szedni mondjuk 1 kg izmot, addig az már óriási lenne. Tehát nincsen semmi értelme annak, hogy elhízom, és utána ugyanazt a zsírt le kell pucolnom, és nagy valószínűséggel nagy részét az izomnak is lepucolom, amit felépítettem. Tehát én igyekszem nem 14%-os testzsír fölé menni. Szeretek jól kinézni egész évben, és nem akarom beáldozni a fizikumot az erőért, illetve az erőt sem akarom beáldozni a fizikumért. Próbálom a kettőt valahol egyensúlyban tartani. Amint látjátok, tömegelés alatt sem vagyok túl zsíros. És ami tök jó, hogy elkezdtek fejlődni a virgácsok is. A vádliról meg inkább ne is beszéljünk. Tehát reggeli turmix, ez edzés előtti turmix lesz. 45 g fehérje. 5 g kreatin monohidrát. Kreatint azt mindig edzés előtt szoktam használni. 3-5 g között szoktam. Általában 5 g. Az bőven jó, bőven elég. Nem szoktam tölteni a kreatint, 5 g-ot szoktam edzés előtt fogyasztani, nagyon sok tanulmány van, ami azt igazolja, hogy nem kell tölteni a kreatint. Igazából csak előbb el fog fogyni a kreatinotok, de nem fogtok jobb eredményt elérni, mint hogyha mondjuk nem töltenétek, de minden nap ugyanannyit ennétek belőle. Nagyon fontos, hogy a turmészet csináltok, akkor mindig a port rakjátok bele először, ugyanis, hogyha azt rakjátok bele utoljára, akkor fel fogja csapni ide oldalra, és nem fogjátok tudni meginni és ilyenkor mindig szomorú vagyok, hogyha pocsékolom a fehérjét. Ez csak egy kis hasznos trükk a mindennapokhoz. Két banán, 162 g spenót, Popeynek is bejött, úgyhogy nekem miért nem működne. És zapehely. Olyan 60 és 70 g között szoktam, legyen 70. Dobok rá egy kis vizet. Az, hogy mennyi vizet szeretnétek, az igazából egyénfüggő, hogyha sűrűbbre szeretitek, akkor kevesebb vizet adtok hozzá, hogyha hígabbra, akkor többet. Tehát ezt most beküldöm, körülbelül 40 perc múlva inni fogok egy kávét, télen inkább kávét szoktam inni, nyáron szeretek hideg energiaitalokat inni, tél az a kávé ideje. Körülbelül egy óra múlva a terem felé veszem az irányt, addig még van egy kis elintézni valóm, többek között fel kell öltöznöm, találkozunk egy óra múlva. Sikerült felébredni, illetve megfelelő mentális állapotba kerülni az edzéshez, körülbelül fél óra és elérem a termet, találkozunk a teremben. Az edzés véget ért, a teljes programot lecsekolhatjátok a leírásban. Elégedett vagyok, még mindig sokat fejlődöm hétről hétre, de azt tenném még elégedettebbé, hogyha ennék valamit. Szóval most hazamegyek és eszem valamit. Oké, tehát épségben hazaértem, körülbelül fél órával vagyunk edzés után, itt az ideje, hogy együnk. Nem szoktam főzni, igazából, hogyha valami több ideig tart elkészíteni, mint mondjuk 5 perc, akkor az már nekem nem jó. Szóval az ételeim, amiket eszem, nagyon egyszerűek, általában Előre elkészítettek vagy félkészételek. Megmutatom, hogy mit eszem most edzés után. Borsó répával, ez 530 g, tehát több mint fél kiló. Bab, 255 g, félkész rizs, ez 250 g, de természetesen a nyers súlya az nem 250 g -nyi. Nem tudom igazából, hogy mennyi a nyers, de itt úgyis erre van kiszámolva a kalóriatáblázat, úgyhogy tök mindegy. Ez körülbelül tartalmaz 90 g szénhidrátot az egész. Illetve a jó öreg csirke, ez az egyetlen dolog, amit előre el szoktam készíteni. Általában egy 1-1,5 kg csirkét szoktam előre megsütni kiveszem a hűtőből, hogyha kell egy kis fehérje, ha kell egy kis csirke, lemérem és beszorzom másfélel a főt, illetve sült tömeget, mert azzal az eljárással, amivel én készítem, körülbelül ennyit veszít. Ezt többször lemértem, van, hogy 1,40 valamennyire jön ki, van, hogy 1,50 valamennyire, másfélel szoktam számolni, tökéletesen jó. Nem az a lényeg, hogy most napi szinten 2 g fehérjével kevesebbet vagy többet teszünk, hanem az a lényeg, hogy hosszú távon kövessük a diétánkat és számoljunk a makrokkal. Ez két percre bemegy a mikróba. Körülbelül egy 200 g nyit fogok kimérni. Ez azt jelenti, hogy nyers tömegre akarom, hogy 200 g legyen. Ez körülbelül olyan 140 g -nyi sült csirke mellett jelent. Ezt össze darabolni, csak így bar barbárba. És tökéletes kombó, ugyanis a rizs az forró lesz, tehát felmelegíti a hideg csirke mellett. Megvadítjuk a zöldséggel, illetve a zöldségekkel. Kanállal kifacsarjuk az utolsó csepp kalóriát is a kis edénykéből. Semmi ne vesszen kárba. És itt van, ez körülbelül 2-3 percet vett igénybe. És készen van az ételünk az edzés utáni étkezésünk. Gazdag fehérjében, szénhidrátban. Csak érdekességképpen, hogy megnézzük, hogy mekkora a súlya ennek az étkezésnek. Plusz hozzáadunk egy nagy kanalat, lenullázzuk. Nem tudom, hogy látjátok-e, 1203 g étel van itt. Nyami. Sokat kell lenni ahhoz, hogy nőjünk, és én mindent megteszek a növekedés érdekében. Általában edzés után szoktam bevenni a vitaminjaimat, Kálcium, magnézium, D-vitamin, multivitamin, C-vitamin. Általában elég sok C-vitamin szoktam szedni, ez napi 4-5 grammot jelent. Vízfogyasztás terén elég jól állok, az első palack majdnem kivégezve. Ittam 7 deciliter vizet edzés alatt, furra megtörtöttem a sékert, és meg is ittam mindent. Tehát most tartok 2 liter fölött. Jó étvágyat nektek, hogyha eztek, illetve nekem, mert én határozottan enni fogok. És ehhez az étkezéshez hozzácsapok még három kis pohárka fagyit, mert nem csak a testemet, hanem a lelkemet is etetnem kell. Találkozunk a következő étkezésnél. Sportársak, elérkeztünk a nap utolsó étkezéséhez, körülbelül 10 óra van most. Amit eszem, az egy csomag ebből, ebben kettő csomag van, 95 g egy csomag, ez Krispinek hívják, igazából ez egy ilyen ropogós, magas, rostartalmú szénhidrát forrás. Rádobok egy csomag lazacot, ami 200 g, igazából semmi különös, csak így megmutatom, így szokta menni. 149 g tojásfehérje, főtt tojásfehérje, és egy milka waffelini. Tudom, hogy az étrendem egy kicsit kaotikusnak tűnik, tehát eszem milka waffelinit, édességeket, ilyesmiket, és úgy tűnik, hogy ellenére mégiscsak formában tudok maradni. Igazából ez azért lehetséges, mert számolom a makronutrienseket. Tehát 220 g protein, 400 g szénhidrát, 60 g zsír volt a mai bevitel. A rossz bevitel az 35 és körülbelül 55 g közé szokott esni. Erre figyelek, hogy ez körülbelül ebben a tartományban mozogjon. És a vízfogyasztásom kettő palackkal ittam meg, ami 3 liter, plusz ugye említettem 7 deciliter Edzés alatt ebből még valószínűleg egy litert meg fogok inni lefekvés előtt, tehát az azt jelenti, hogy majdnem 5 liter vizet ittam meg ma. Az nem túl sok. Körülbelül 5 liter, nem túl sok, nem túl kevés. Az én véleményem szerint mindenkinek meg kellene inni a körülbelül 2,5-3 liter vizet egy nap. De ez nyilván attól is függ, hogy éppen mit csináltok, egy nap folyamán mennyit izzadtok, mekkora a súlyotok, Nyilván egy 120 kilós embernek nem ugyanannyi vizet kell innia, mint mondjuk egy 50 kilós embernek. Valaki kérdezte közületek kommentben, hogy csak a makronutrienseket számolom-e, és miért nem számolom a kalóriákat. Ha számolom a makronutrienseket, akkor közvetve számolom a kalóriákat is, mivel 1 g fehérje, illetve szénhidrát az 4 kalóriát tartalmaz, 1 g zsír az 9 kalóriát tartalmaz. Amint látjátok, nem eszem két óránként, szerintem eleve hülyeség két óránként enni. Az a lényeg, hogy meglegyen a rendes kalóriabeviteletek, ami a célotokat szolgálja, ez legyen felbontva normálisan a makronutriensekre, ez is a célotokat kell, hogy szolgálja, tehát hogy mit, milyen arányban eztek. Én igazából jobban szeretek nagyobb étkezéseket fogyasztani, általában 3-4 alkalommal eszem egy nap, nekem az tökéletes. Nem szeretek mazsolázgatni, meg csipegetni, én hogyha eszem, akkor rendes, normális mennyiségű ételt szeretek enni, és szeretem megtömni a hasamat. Általában 3-5 óra szokott eltelni az étkezéseim között, nekem ez tökéletes, nekem ez jól fekszik, és igazából tök mindegy, ehettek gyakrabban, 3 óránként, vagy akárhogy, ahogy nektek jó, ez igazából annak a függvénye mindig, hogy nektek mi esik jól, mi az, amit fent tudtok tartani, mi az, ami tökéletesen beilleszkedik nem csak a szükségleteitekbe, hanem magába az életviteletekbe is. Sokfélek vagyunk, sokféle diétát alkalmazunk, és igazából mindegyik működik. Működik a ketogén diéta, működik a flexible dieting, amit én használok, működik a paleo, minden működik, hogyha követitek, és hogyha leköveti az életstílusotokat, az életviteleteket. Tehát én hiába kezdenék el egy ketogén diétát, én megdöglök szénhidrát nélkül. Tehát nekem muszáj szénhidrátot ennem, illetve próbáltam korábban, és nekem az a tapasztalatom, hogy egyszerűen az izmok nem töltődnek be normálisan. Tehát én nem is érzem jól magam, ideges leszek, hogyha nem eszem elég szénhidrátot. De valakinek tökéletesen bejön, és valakinek az a legjobb, az a legfenntarthatóbb. Tehát tök mindegy, hogy milyen diétán vagytok, az a lényeg, hogy kövessétek, számoljatok a kalóriákkal, és próbáljatok egy élvezhető diétát találni, egy olyat, amit fent tudtok tartani hosszú távon, és igazából ennyi. Egyes diétákat illetve módszereket lehet kombinálni is egymással, például én Flexible dietinget használok, de használok intermittent fastinget is. Ez azt jelenti, hogy a vacsorám, tehát az, az utolsó napi étkezésem, és a következő nap első étkezése között körülbelül 14-16 óra telik el. Ez, hogy most optimális vagy nem optimális, én azt mondom, hogy nem feltétlenül optimális, mert hogyha 14-16 órak telik el a két étkezés között, az szerintem túl sok idő, viszont ha azt nézem, hogy tudom, hogy hosszú napom lesz, és mondjuk délután vagy este jutok el a terembe, de már korán fel kell kelnem, akkor én nem szeretek egyszerűen kis étkezéseket enni, és mondjuk 5-6-szor enni, nem érzem jól magam. Én továbbra is 3-4 étkezést akarok enni, nagyobb adagokat, szeretem megtömni a hasom, és így gyakorlatilag, hogy ezt az intermittent fastinget használom egyes napokon, tehát ez lehet, hogy mondjuk két hétig nem, aztán mondjuk egy vagy két nap erejéig használom. Ez attól függ, hogy éppen hogy alakul a napom. Valami nekem az a problémám, hogyha mondjuk hosszú a napom, és délután vagy este edzem, akkor hogyha reggelizem, kettő óra múlva megint éhes leszek. Nem tudom, hogy miért, hogyha reggelizem, pláne akkor, hogyha eszem valamilyen szénhidrátot, akkor utána, több mindegy, hogy mekkora a rostartalma, meg hogy mennyire kiadós a reggeli, két óra múlva megint éhes leszek. És ez így megy végig a nap folyamán. Viszont, hogyha mondjuk felkérés után nem eszem, csak nagyon sok vizet iszom, akkor, hogyha később reggelizem mondjuk egy nagyobb adagot, mondjuk azt az adagot, amit két étkezésre bontanék föl, akkor a nap folyamán nincs ez az érzetem. Ez igazából nekem így esik jól. Ez számomra fenntartható, és... Látszólag működik. Tehát a mai videóban ettünk, ittunk, kicsit edzettünk is, remélem érdekes volt, vagy élveztétek, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!